Sziasztok! A mai videóban azt szeretném nektek bemutatni, hogy miket használtam már mostanában. Nem nagyon szeretném húzni az időt, ugyanis elég sok flakonnak az aljára néztem. Egész konkrétan egy ilyen láda lett tele elfogyott termékekkel. Hát ez egy 3-4 hónap termése, ipari mennyiség körülbelül, úgyhogy vágjunk bele gyorsan. Először is elhasználtam a Paletta Deluxe-nak ebből a gyémánt szőke festékéből 2 dobozzal is, és egy platina szőkét is, de azt valamiért nem raktam el, úgyhogy azt nem tudom nektek megmutatni. És ezt újra is vásároltam most a Glamour napokon már. Nagyon meg vagyok vele elégedve, hogy mostanában ezt a festéket használom. Aztán van itt egy folyékony szappan, ez a Farmonának a Tutti Frutti folyékony szappanai közül, az epres, vagy nem, cseresznyés rivizlis. Ez egy gyönyörű piros színű, ott még talán látjátok a csőben, ez a folyékony szappan, és van fantasztikus cseresznye illata volt. Most majd szeretném ebből megvásárolni az erdei gyümölcsöset, legalábbis úgy emlékszem, hogy van bele folyékony szappan, és remélem, hogy van, mert ezt tusfürdőben is nagyon-nagyon szerettem, és alig várom, hogy legyen egy olyan folyékony szappanom is. Oké. Folyékony szappanként használtam el még ezt a DMS, hercegnős, ilyen hab, mi ez, hab, mosakodó hab málna illattal, ez a neve. Azért ilyen egyébként ez az üveg, mert ugye a csillámok teljesen így benne maradtak, az nem jött ki belőle, úgyhogy olyan koszos lenne, de azok csak csillámok. És ez egy málna illatú termék volt, jó volt, habos volt, de igazából ez tusolásra való, nekem arra nem vár, de viszont folyékony szappanként tök jó volt elhasználni. Szerettem az illatát is nagyon. Jó. Aztán van itt egy kondicionáló, ez egy Kinky Curly Straight termék, ez egy Secret Selection dobozban került hozzám, vagy csomagban. 350 ml volt, és nagyon-nagyon jót tett a hajamnak. Sajnos Magyarországon nem lehet beszerezni, úgyhogy emiatt nem fogom újra venni, de egyébként bevált, és hogyha lehetne kapni nálunk, akkor biztosan használnám. Úgyhogy remélem, hogy a Secret Selection majd tesz valamit ennek érdekében, és a termékeket, amik a csomagokba kerülnek, majd elkezdik forgalmazni. Az jó lenne. Oké. Van itt 2 dermakol tusfürdő. Az egyik egy cseresznyés, fekete cseresznyés, a másik pedig egy eperes rebarbalás. Mind a kettőt nagyon-nagyon szerettem, a cseresznyéset egy kicsit jobban. Teljesen olyan illata volt, mint régen, az én gyerekkoromban voltak ilyen négyzetes üvegben, ilyen indián cseresznye, az volt a szörpnek a neve, totál ugyanolyan illata volt, úgyhogy ezt azért különösen szerettem. Ez sem volt rossz, egy nagyon édes illatról van szó, ezt egy kicsit jobban szerettem. Aztán folytassuk mondjuk ezekkel, van itt 2 avonos tusfürdő, ezek a Senzis termékcsaládból vannak. Az egyik ez az Indian Rituals, ez annyira nem jött be, mert egy ilyen nagyon keleties, nagyon orientális illata van, és ez nekem már sok volt egy kicsit. A másik pedig ez a Citrus Zing, ami egy nagyon citromos illat, és ezt nekem tetszett, de mondta már rá azt valaki, hogy ez ilyen WC illatosítószag. Úgyhogy hát szagoljátok meg, miért megvennétek, hogyha van rá lehetőségetek. Van itt egy ilyen illatosító, ilyen diffúzer is, ez nem fagyott még el, csak ide beraktam a csomagolását, ezt a lányoktól kaptam ajándékba levendulás, és most a WC-ben várja, hogy ki legyen, el legyen használva. Nagyon tetszik, ilyen kis zselé golyók vannak benne, és szerintem tök szuper termék. Aztán van itt egy Aveo dinnyés tusfürdő. Ez is jó volt, nagyon-nagyon finom dinnye illata volt, inkább sárga dinnye, mint görög. Ez ugye a Müllernek a saját márkás tusfürdője, és ezt is nagyon szerettem. És ráadásul tök olcsó, úgyhogy megéri megvenni. Aztán van itt egy rakat Balázs tusfürdő, egész konkrétan 4 darab, és ha ezt kiveszem, akkor szinte kiürül a láda. Van itt ez a lime-os mentás, aminek szuper jó illata van, ilyen frissítő illat, de nem, tehát nem hűsíti a bőrödet, csak egy ilyen frissítő illata van. Van egy dinnyés, aminek szinte ugyanolyan illata van, mint az Orbitrágónak, a dinnyésnek. Ezt nagyon szerettem, kár, hogy nem vettem belőle többet. Aztán van egy ilyen After Sun tusfürdő, amit nagyon sokan imádnak, és nekem nem jött be.
egy ilyen erős naptej illata van, és nekem nagyon nehezen is fogyott el éppen miatt, hogy annyira szenvedtem ennek a használatával. Aztán van ez a limitált kiadású vattacukros, amit mindenki imádott a csomagolása miatt, én is imádtam, de az illata miatt is. Úgyhogy sajnálom, hogy ebből csak egyet vettem magamnak, mert nagyon jó volt. Tényleg jó volt nagyon. Jó, van itt egy Ziaja kólás tusi, ezt már többször is mondtam nektek, hogy mennyire szeretem, 890 forintért szoktam venni iparfümérián, de kiderült, hogy lehet kapni nálunk is a Tesco-ban, úgyhogy lehet, hogy ezen tudom, fogom megvenni. Valódi kóla illata van, Ádám is imádja, nagyon sokszor fürdik ezzel, úgyhogy én ezzel is nagyon meg vagyok elégedve, és tudja, hogy újra fogom venni. Most is van egy egyébként a fürdőben, ami hamarosan elfogy. Jó. Van itt egy Balea sampon, még hozzá ez a frangipanis és gyöngyös, amit az Inside csoportban ajánlottak, és ez nekem sajnos annyira nem vált be, utána ott is írták több, hogy nekik sem vált be. Nagyon viszketett tőle a fejbőröm, úgyhogy ezt nem tudom ajánlani annak, akinek egy kicsit érzékenyebb a fejbőre. Szilikonmentes egyébként, és tényleg sok embernek tetszett, de soknak nem, úgyhogy ez ilyen 50-50, hogy most vajon beválik-e. Tegyetek vele egy próbát, nem drága. Még egy ilyen illatosító, ezt iparfümériáról rendeltem, ez a Home Fragrance nevű, és egy zöld teás volt. Azt tetszett meg benne, hogy annyira szép az üvege, és amikor ezt rendeltem, akkor nézegettem, hogy ez legyen, vagy egy Yankee Candle, ugyanilyen. Aztán úgy döntöttem, hogy mivel ez sokkal olcsóbb, legyen inkább ez, de nagyon megbántam, mert ennek semmi illata volt, és körülbelül 0 forintot ér, úgyhogy én soha többet nem fogom ezt megrendelni, de tehát látjátok, mennyire gyönyörű az üvege. Most szedtem egyébként le róla egy ilyen kis díszt, amit volt rajta, véletlenül leszedtem, de nem ér meg tényleg egy petákot sem, semmit nem ér, borzasztó. Aztán van itt még egy ilyen illatosító, azt pedig Camillától kaptam, a Primarkból hozta. Ez egy tengeri sós és levendulás, és nagyon jó illata volt. Már ez is elfogyott sajnos, de ennek is olyan cuki az üvege. Jó, van itt még két tusfürd, amit nem mutattam, ezek Playboy termékek. Az egyik ez a Playt Wild, ami egy karamellás volt, a másik pedig a Queen of the Game, ami egy ibolyás volt. És mind a kettő nagyon jó, nekem így meglepő volt, hogy ennyire jók ezek a Playboy tusfürdök, mert eddig nem próbáltam őket. De tényleg nagyon-nagyon jók, és örülök, hogy kipróbáltam őket, mert nagyon meg vagyok velük elégedve. Van itt egy vattakorong is, ez a kék pilla vattakorong. Sokat beszéltem már róla szerintem, és csak saját magamat tudom ismételni. Nagyon megéri az árát, 100 darabos, és 100%-ig pamutból készül. Úgyhogy tényleg ez nagyon jó vattakorong, én nagyon szeretem, azóta elhasználtam még egyet, meg most egy másik fajtát vettem, de ez nem annyira jó, úgyhogy vissza fogok térni ehhez. Aztán vettem két, vagy hát elhasználtam két dezodort is. Az egyik ez a Rexonának ez a Biorhythm dezodora, ami ez a rózsaszín illatú, ez nagyon jó. Én megvoltam vele elégedve, teljesen jól védett. Hozzá azért használtam ezt a stifteset, mert azért melegek voltak még akkor, amikor ezt használtam, de úgy teljesen jó volt. A másik pedig ez a Soft and Gentle dezodor, ami 0% alumínium, nincs benne alkohol, nincs benne parabén, meg kb. Semmi allergén, úgyhogy ez egy ilyen természetesebb dolog, és ezzel sajnos nem vagyok megelégedve. Állítólag 2 hét kell, hogy az ember szervezetéből kitisztuljon az alumínium, de az a probléma, hogy nekem még a flakon végére sem hatott, tehát egyszerűen izzadtam tőle körülbelül, úgyhogy ezt nem tudom nektek ajánlani. Hát attól, hogy nekem nem vált be, attól nyilván lehet, hogy másnak ez jó, nekem sajnos nem volt jó, bár én izzadós vagyok. Aztán van itt egy Makeup Academy is ilyen fixáló permet, amit használtam arra is, hogy sminkelés előtt egy ilyen alapot biztosítson, meg arra is, hogy sminkelés után lefújtam vele az arcomat, és akkor egy kicsit így összemossa a határokat, kevésbé poros legyen a kinézet, és erre teljesen megfelelt. Én ezt nagyon szerettem, hogyha nem lenne ilyen nehézkes a beszerzése, lehet, hogy újra venném, mivel csak Angliából lehet rendelni, ezért így nem hiszem, hogy újra fogom vásárolni. Ugyanez a helyzet ezzel a szintén Makeup Academy-s szemhéjbázissal.
Ehelyett most már egy ideje az Art Deco-t használom, és azt is nagyon szeretem, sőt, talán jobban is, mint ezt szerettem. Ez azért volt jobb, mint az, mert ez ilyen applikátoros volt, tehát nem kellett belenyúlni, kicsit higiénikusabb, de nagyon nehéz ezt is beszerezni, úgyhogy nem fogom újra rendelni. Aztán van itt egy Manhattan Wake Up Concealer is, ami ugye egy ilyen szem alatti karikákra való korrektor volt, és ez viszont annyira nem vált be nekem. Az elején még jónak tűnt, de minél többet használtam, annál kevésbé szerettem sajnos, úgyhogy ezt nem tudom ajánlani, ez is egy ilyen applikátoros kiszerelés, és hát elhasználtam, de nem ez lesz a kedvenc termékem. És akkor ez volt az utolsó, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, azért csak így ilyen körvonalakban beszéltem a termékekről, mert ami jó volt, arról már úgy is hallottatok, vagy a blogbejegyzésben, vagy kedvences videóban, mindenről beszéltem már ugye hol videóban, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennyi info most így pluszban még elég volt róluk, és ez egy ilyen összefoglaló volt. Hát, ha bármi kérdésetek van a termékekről, írjátok meg nyugodtan, írjátok meg, hogy ti miket használtatok el mostanában, vagy hogy ezek közül mi a véleményetek esetleg a termékekről. Ha más véleményetek van, mint nekem, akkor azt is nagyon szívesen veszem, hogyha leírjátok és lájkoljátok a videót, hogyha tetszett. Na, köszönjük, hogy velem tartottatok tényleg, és ha még nem vagytok feliratkozó, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok!